Séta a Szentendrei Papszigeten Dáriusszal, a 3 éves kankutyával. Gazdája Bernadett sem őt, sem másik kutyáját, a 8 éves Zafirt sem ivartalanítatta. Én alapvetően nem támogatom az ivartalanítást, különösen nem egy bizonyos kor előtt, ugye 3 éves kor nagyjából, ahol a teljes csontkifejlődés megtörténik. Azután, hogyha szükséges, akkor lehetséges. Tenyésztőkkel is beszéltem, elveszíti a fényét a szőr egyébként az ivartalanítás után, és az a tapasztalat, hogy ízületi problémák, in problémák és egyéb problémák is jelentkeznek akkor, hogyha korán megtörténik az ivartalanítás. Reményi Blanka állatorvos praxisában azonban a legtöbb gazdik kutyája vagy macskája ivartalanítása mellett dönt. Az állattartók nem csak a nem kívánt szaporulatot, hanem a gyakran előforduló daganatos megbetegedéseket is szeretnék megelőzni a műtéttel. Az ivartalanítás után, mivel a hormonoknak a mennyisége jelentősen csökken, nem teljesen szűnik meg, ugyanis két másik mirigy is termel az állatokban is hormonokat. Nem teljesen szűnik meg, de az a mennyiség, ami betegséget alakíthat ki, az megszűnik. Reményi Blanka szerint tévhit, hogy a szukáknak legalább egyszer szülniük kell, hiszen az ellés sokszor fájdalommal és stresszel jár. A macskák átlagosan 4 és 12 hónapos koruk között válnak ivaréretté, ettől kezdve 2-3 hetente akár egy hétig is tüzelhetnek. A lánycicák évente 3-szor is teherbe eshetnek, a vemhesség 60-63 napig tart. Tavasszal azok az állataink, akik az előző évben nyár végén ősszel születtek, kifejezetten a macskákra gondolok, ők pont erre az időszakra válnak ivaréretté. Náluk az ivarérési ciklus az a 6. hónapra érkezik meg. Ilyenkor az elkoborló kandúrok, de a nőstények is, száma megnövekszik. Na gyere! Jó, nem ugrálj nagyon, ne ugráljál, mert sebednek még azért az nem kell az ugrálás, jó? Ó, ügyes vagy, nem ugrálom, szépen ügyesen az. Jaj, de szuper vagy! Kenzo, a 7 hónapos kan kiskutya nemrég került az utcáról az Árvácska Állatvédő Egyesülethez. Az állatot már ivartalanították. A védőgallért azért viseli, hogy ne szakítsa fel a műtéti sebet. A menhelyen helyszüke miatt több állat is kerülhet egy kennelbe, ezért fontos az ivartalanítás. Az Egyesület évente 2-szer az állattartóknak is ivartalanítási akciót hirdet. A műtét időpontját a gazdik beszélik meg az állatorvossal. Pont most zárult le az ivartalanítási akció, ami arról szólt, hogy van egy 500.000 forintos keret, és ennek a keretén belül vártuk a jelentkezéseket saját állatokkal, és őket ivartalanítatjuk olyan módon, hogy az állatorvoshoz a gazdik egyénileg jelentkeznek be, megvan a módja, hogy hogyan és miként tudják ezt megtenni, és az ivartalanítás költségét azt így az Egyesület állja. A menhelyen jelenleg 100 kutyát és 100 cicát gondoznak. A kutyák ivartalanításának ára nemtől és súlytól függően átlagosan országszerte 20 és 60 ezer forint között mozog. A macskák műtéti költsége csak pár ezer forinttal kerül kevesebbe. A menhelyre bekerülő állatok az ivartalanítás után a kötelező oltásokat is megkapják.